Varó Dániel mese a tanárnéniről, aki sajnálta a verseket szanaszéjjel elemezni. Volt egyszer egy tanárnéni, aki nagyon szerette a verseket, és ezt valószínűleg a versek is megérezték, mert ők is nagyon szerették a tanárnénit, és mindig megsúgták neki, hogy mit akar éppen mondani a költő, amikor őket írta. Ettől aztán a tanárnéni borzasztóan jól megértett minden verset. És csak azért nem elemezte szanaszéjjel mindet, mert sajnálta volna őket szanaszéjjel elemezni. Mert hogy a versek szépek voltak, és a tanárnéni látta ezt. Egy nap aztán tanárnéninek mégiscsak ízekre kellett cincálnia egy verset, mert azt mégsem lehet, hogy a diákok ne tanulják meg, hogy hogyan is kell verseket elemezni. Mert az nagyon fontos dolog, ezt senki nem kérdőjelezi meg. Úgyhogy a tanárnéni neki látott. Ne haragudj, de le kell, hogy tördeljem a rímeidet, mondta sajnálkozva a versnek. Jó, de vigyázz rájuk, mondta a vers. Nagyon szép rímek, nagyon fogok rájuk vigyázni, mondta lassan a tanárnéni. És óvatosan letördelte a vers összes rímét, és megmutatta a diákoknak. A diákoknak nagyon tetszettek a rímek. Főleg az, hogy hegytetők, meg hegykenők. Pedig nem is az volt a legszebb. Most ki kell, hogy szedjen belőled a jelzőket, mondta most a tanárnéni. Nagyon jellemzőek. Szedd csak ki nyugodtan, mondta megadóan a vers. És igyekezett nem mutatni, hogy fáj neki, mert nagyon szerette a tanárnéni. És a tanárnéni kiszedte a versből az összes jelzőt, és megmutatta a diákoknak. A diákok megállapították, hogy a jelzők nagyon jellemzőek. Most azokat a szavakat kell kitépkednem belőled, amik a szerelemmel vannak kapcsolatban. Tudod, a szemantikai háló miatt. Tudom, mondta a vers, és a tanárnéni kiszedte belőle az összes olyan szót, ami kapcsolatba hozható a szerelemmel. Aztán kiszedte a versből a magas hangrendű és a mély hangrendű szavakat is, csak néhány vegyes hangrendű szó maradt. Ezeket is ki kell összedjem, mondta végül a tanárnéni. A vers bólintott. A tanárnéni pedig az utolsó szavakat is kitépkedte a versből. A gyerekek már egyáltalán nem figyeltek oda, mert elunták a verselemzést, és az óra végét várták. Tanárnéni ezt észrevette. Gyorsan befejezte az órát, és a tábla felé fordult, mintha le akarná törölni. Pedig csak nem akart, hogy a diákok észrevegyék. Könycseppeket a szemében.